Újra itt a Start, és itt van Elek István, újságíró, publicista, politikus, közíró. Jó reggelt! Jó reggelt! Azt mondtam, hogy független, és elmagyarázom, hogy mire gondolok a kedves nézőknek, mert szerintem köztünk ebben nem lesz vita, aki az MDF-nek is az alapítója, az LMP-nek is az alapítója, közben a Fidesz országgyűlési képviselője, az a gondolkodó hova tartozik igazából? Igen, hát az a kérdés, hogy értelmezzük. Én azt gondolom, hogy tartható ez a meghatározás is, hogy független, mert egy értékrend, amihez ragaszkodom, és ennek következtében az elmúlt 20 évben változtatnom kellett a helyzetemet, mert körülöttem nagyon sokat változott a politikai erőtér. Azt a szabadelvű, konzervatív, mérsékelt, konzervatív, ökológiai értékek iránt fogékony értékrendet képviseltem az MDF-ben is. Ennek jegyében próbáltam tanácsadóként Orbán Viktor mellett dolgozni, amikor ők egy liberális, pragmatikus szemléletű iránytól elindultak a mérsékelt konzervatív irány felé, és hát belátva azt, hogy a Fidesz az 2002 után öles léptekkel távolodik attól a mérsékelt konzervatív, szabadelvű polgári programtól, kénytelen voltam egy idő után barátaimmal együtt egy új politikai pártot létrehozni, ami most már egyszerre próbálja ezeket a hagyományos értékeket képviselni, fontos értékeiket legalábbis, és nagy tekintette arra, hogy bizony itten a növekedés előtt korlátok állnak, 21. század új kihívásaira, új válaszokkal meg kell próbálni helytállni. És akkor most abból indul ki, hogy az LMP maradhat hosszú távon a pártja? Hát remélem, hogy nem lesz alkalmam és lehetőségem, és nem kényszerülök rá. Előbb meghatározta, hogy 2002 előtt milyen volt az a Fidesz, amelyik mellett részt vállalt, szerepet, még parlamenti képviselő is volt. Milyen ma a Fidesz? Ma milyennek határozná meg ugyanilyen szavakkal felsorolásban akár? Nagyon nehéz jó meghatározást adni. Ahogy látom, a elemző társaim is különféle fogalmakkal próbálják tapogatni. Zavarban van a szakma, hogy így mondjam. Mindenképpen zavarban van, mert egyfelől ez egy nagyon széles néppárti alakulat lett, másfelől nyilvánvaló, hogy a populizmusnak legkülönfélebb eszközeit, eszköztárát használja, szociális demagógiával és nemzeti érveléssel próbált választást nyerni, és hát most pedig az elmúlt egy évben ahhoz képest is radikálisan változott, ahogyan 2002 és 2010 között dolgozott, mert elképzelhetetlen volt még 2010-ben a választási pillanatban is számomra az, hogy a liberális demokráciának azokat az alapnormáit, aminek a jegyében mi közösen rendszerváltó politikusok, értelmiségiek elkezdtük a munkát 90-ben, azt egy lökéssel vagy egy csapással képes félretenni és elkezdeni kiépíteni egy a végrehajtó hatalom minden hatóságát szolgáló rendszert, az választási alternatívák szűkítésére irányult az elmúlt egy év, egyfelől a független nemzeti intézmények gyengítésére, illetve a kormánypárt kézbevételére. Másfelől pedig társított ehhez egy szintén korábban elképzelhetetlennek gondolt társadalmi és szociális programot, ami nagyon sok tekintetben annak a kíméletlen neoliberális politikának, társadalmi környezeti hatásokra nem figyelő politikának a folytatása, amit olyan nagy erővel bírált, illetve nem is csak Magyarország keretei között, hanem a európai és világ tendenciákat, a globalizáció tendenciáit is bírálta. Na most ez a két dolog együtt így, ez mindenkinek a képzeletét meghaladja. De ez nem arról szól igazából, hogy ahogy Orbán Viktor irányt váltott a 90-es évek elején, majd irányt váltott a 2000-es évek elején, ugyanúgy semmi nem számít a célon kívül, amit el akar érni. Tehát, hogy egy pragmatikus politikus, aki bármilyen eszközt a cél érdekében alkalmazni képes, vagy bármilyen korábban használt eszközt félre rakni hajlandó. Az kétségtelen, hogy nagyon pragmatikus a viszonya a politikai eszközökhöz, ez teljesen nyilvánvaló. Annyira pragmatikus, hogy olyan elveket és alapértékeket félretesz most, teljesen evidens,
amelyek elképzelhetetlenek voltak még abban az időszakban is, amikor szintén lehetett azt mondani, hogy pragmatikus szempontból igen, képes felülvizsgálni korábbi álláspontokat, de igen, másfelől pedig egy ilyen hihetetlen, erőcentrikus, akaratközpontú, egy vágányú gondolkodás, annak a meggyőződésnek a sugárzása és szolgálata, hogy én, illetve az általam kézben tartott, mereven, centralizált rendszerbe beépített politikai erő tudja a jó megoldást. De akkor nem ilyen volt, amikor tanácsadója volt Orbán Viktornak? Nem ilyen volt. Nem ilyen volt, hát más volt a közeg is természetesen. Hát igen, de akkor bele, számított hogy... más véleménye, mint hogy most azt érzi az ember, olyan nagyon nem. Mindig elég öntörvényű ember volt, de abban az időszakban azért nagyon intenzív belső viták folytak egyrészt a volt elnökségi társaival, másrészt pedig a tanácsadókkal is. Mindig késznek mutatkozott meghallgatni a véleményeket, neki volt határozott meggyőződése általában, és nagyon sokszor inkább ellenőrizni akarta már vagy benne kialakult elképzeléseket, de kész volt az önkorrekcióra, ha meggyőzték, tehát egy sokkal partneribb viszony volt, ahogy látom. Most nem látom annyira belülről, de az, ahogyan fölépítette a Fideszt például a 2003-as újjászervezés során, amikor kialakította azt a rendszert, amiben a választókerületi felelősöket is ő maga, a pártelnök választja ki. Végbe ment az a folyamat, hogy kisodródtak mellőle, az egyenrangú szerepből voltak épp a korábbi legközvetlenebb barátai, társai is. Tehát egy sokkal egyértelműbben központosított hierarchikus rendszer ez, amiben az akaratérvényesítés is nagyon gyors folyamatban megy végig egészen a legalsó pontokig. Ugye arra hivatkoznak nagyon sokan a Fidesz házatáján, de szimpatizánsok is ezt az érvelést hajlandóak elfogadni, hogy nincs más lehetősége a Fidesznek, független a demokrácia étoszától és attól, amit gondolunk arról, hogy hogyan kell működni egy demokratikusan berendezett államnak, mint ilyen úton menni és ilyen erővel menni előre, mert akkora bajban van az ország, annyira rossz a gazdasági környezet Magyarország körül, akkorák a társadalmi feszítő erők, a szétfeszítő erők, hogy csak így lehet menni. Megállja ez a helyét elemzőként bármilyen összefüggésben az ön számára? Igen, hát szerintem, ha pusztán praktikus, racionális szempontból nézzük, akkor sem tartható az álláspont, most az értékelkötelezettségről nem is beszélve. Én ugyanis azt gondolom, azt mutatják a történelmi példák inkább, hogy az egyeztetésre, a párbeszédre gondot fordító politikai irányítás követel kevesebb hibát. Meg kell csak nézni, hogy hogy zajlik most a törvényalkotás. Hát ez teljesen abszurdum, ami sorozatban fordul elő most legutóbb éppen hétfőn, hogy hosszan egyeztetett, vitatott pártkörökben náluk legalábbis egyház törvénymódosítás, az utolsó pillanatban éjjel kétszer kell összehívni az Alkotmányügyi Bizottságot, mert a pártelnök, illetve nem tudom kicsoda, azt gondolja, hogy amit beterjesztettek, az elfogadhatatlan. Vagy itt volt legutóbb a dohány törvénymódosítása. A legutolsó pillanatban az Alkotmányügyi Bizottság elnöke ad be egy módosító indítványt, ami keresztül húzza a kormány előterjesztést, és kivesz 20-30 milliárd forintos jövedéki adó bevétel. Majd ugyanúgy azt mondja, hogy nem tudja, hogy miért történt. És nem tudja, hogy kerül oda, ugye ezt mondja. Tehát harmadszor módosították most január óta a januárban életbe léptetett médiatörvényt. Hát nem mondja azt nekem valaki, hogy ez hatékony törvényalkotás, ugye most lezárták az évet, és a házelnök úr nagy büszkén a statisztikát fölmutatta, hogy hány törvényt, rendeletet, nem tudom mit hallgattunk el. Hát ha ez az eredménye folyamatosan... Azért azt tegyük hozzá, hogy Kövér László is azt mondta, hogy ez így nem megy tovább. Jó, hát azt mondta, de minden egyfajta esetre... Egyfajta belső kritikát fogalmazott van, meg. Minden esetre ennek szellemében működtek, és ugyanakkor Lázár frakcióvezető úr azt mondta, hogy nem lesz fékezés, ugyanerre lehet számítani a év hátralévő részében is. Tehát én azt gondolom, hogy Magyarország olyan nehéz helyzetben van valóban, hogy minden létező erőt valóban össze kellene hozni a problémák megoldásához. Ehhez bizalom kell. És ez a kormányzás az elmúlt egy évben a korábban nagyon megviselt társadalom legkülönfélebb eresztékeit sérti, vágja el, rontja a bizalmi viszonyokat. A gazdaságban is a bizalom az alapvető kérdés. A tranzakciós költség ugye sokkal nagyobb, hogyha az emberben az a gondolat, hogy nem lehet kiszámítható partnerekben gondolkodni. Nem lehet tudni, hogy mi változik, merre változik.
Tehát nem létezik, hogy ez hatékonyabb probléma megoldás, mint a politikai ellenfeleket partnernek tekintő, az érdekképviseleteket partnernek tekintő, most a szakszervezetek, a gazdasági kamara, stb. Minden tekintetben a rendszer átalakítása történik, és minden tekintetben az a logika, hogy minél kevesebb akadály, minél gyorsabb menetelés tegyen lehetővé a kormánynak, ebből viszont az következik, hogy sorozatosan követel a saját logikája szempontjával is hibákat, mert nincs visszacsatolás, nem látja a problémákat, aztán újra-újra kell törvényeket módosítani. Arról nem beszélve, hogy demokráciában, hát azért van több pártverseny, vagy több párti rendszer verseny a pártok között, hogy kritikával tudják egymást figyelni. Én arra gondoltam, hogy akár tételesen végigvesszük az elmúlt egy évet, nem volt rá szükség, ez egy komplett mértékelés volt. Köszönöm szépen. Kérem.